23, 24, 25. Lehet, hogy most mindenki számolja a napokat? Mióta ülök már itton? Meddig tart még a lisztem, vagy a WC papírom, vagy a pénzem? Milyen jó volt régen, amikor csak a születésnapon még számoltam a napokat? De talán nem mindenki tudja, hogy a Bibliában is van egy előírás, hogy egy bizonyos időszakban számolni kell a napokat. Nem az adventről van szó, az csak a csoki gyártók találták ki. Felolvasom, miről van szó. Mózes 3. könyve 23. fejezetéből. Az első hónapban, a hónap 14-én este felé van az Úr páskája. Ennek a hónapnak a 15. napja pedig az Úr kovásztalan kenyereinek ünnepe. 7 napig kovásztalan kenyeret egyetek. Ha bementek arra a földre, amelyet nektek adok, és learatjátok annak termését, vigyétek el aratásotok első kévéjét a paphoz. Az mutassa fel a kévét az Úr előtt azért, hogy ő kedvesen fogadja tőletek. A szombat után következő napon mutassa fel azt a pap. Kenyeret, pörkölt vagy zsenge gabonaszemeket ne egyetek egészen addig a napig, amíg el nem viszitek isteneteknek az őt megillető áldozatot. Örök rendelkezés legyen ez nektek mindenütt, ahol laktok, nemzedékről nemzedékre. Számoljatok a szombatra következő naptól, tehát attól a naptól, amelyen elviszitek a felmutatásra szánt kévét, 7 teljes hetet. 50 napot számoljatok a 7. szombat utáni napig. Akkor mutassatok be új étel áldozatot az Úrnak. Nos, miről van itt szó? A páska az ünnep, amit egy vacsorával ünnepelnek a zsidók, amikor visszagondolnak a zsidók arra, hogy Isten hogyan szabadította ki őket Egyiptomból. És a páska vacsora utáni szombatra következő naptól, tehát egy vasárnapi naptól számolni kell 50 napot, és az 50. napon kell újabb ünnepet tartani. Az Ószövetségben az ünnepnek a neve a hetek ünnepe, mi ezt úgy ismerjük, hogy pünkösd. A páska vacsora volt az Úr Jézus utolsó vacsorája, csütörtök este. És a szombatra következő nap, amikor el kell kezdeni számolni a napokat, az nekünk a húsvét. Húsvét vasárnap. És onnantól kezdve 50 napot kell számolni a pünkösdig. De miért? Hát azért, mert ez a két ünnep egymáshoz tartozik. Ha a kettő között számoljuk a napokat, akkor fönntartjuk a feszültséget. Fönntartjuk az ünnepességet a két ünnep között is. Igazából pünköstkor befejeződik az, amit az Úr Jézus húsvétkor elkezdett. Ezért gondoltam, hogy ebben az évben érdemes közösen ezeket a napokat számolni. Húsvéttól pünkösdik. És ezért húsvéttól kezdve minden nap jelentkezni fogok egy áhítattal. Közösen számoljuk a napokat, hogy hol tartunk a húsvéttól pünkösdig tartó úton, és utána kicsit elgondolkodunk egy témán, ami ehhez az időszakhoz tartozik. Tartsanak velem! És ha jelzést akarnak kapni arról, hogy mikor jelenik meg az új videó, akkor itt a videó alatt fel lehet iratkozni. Remélem, hogy fogunk találkozni ebben az időszakban. Áldás, békesség!